A kiállításon 40 vállalkozó mutatkozott be a Csallóköztől a Bodrog közig. Mindannyian fontosnak tartják, hogy vállalkozásuk fejlődjön, és termékeiket minél szélesebb közönséggel megismertessék. Nagy Veronika férjével közösen 2003-ban alapította meg a családi vállalkozást. Először borkészítéssel kezdtek foglalkozni, majd később kialakítottak egy sajtműhelyt. A vállalkozás kezdeti útja rögös volt, de a kitűzött céljuktól, miszerint minőségi, mesterséges adalékanyagoktól mentes termékeket készítsenek, nem tágítottak. Van egy saját kis boltunk a farmunknál, ahol működik a kis sajtüzem és a borászatunk is. Azon kívül járunk ilyen expókra, járunk vásárokra, falunapokra, borfesztiválokra. Mi azt vesszük észre, hogy nagyon nagy az érdeklődés, örülnek, hogy van hazai termék. A reklámozás, a marketing része az az, amire minden vállalkozónak ugye kevesebb ideje marad, de viszont nagyon fontos, és fontosnak tartom én is, hogy minél több helyre eljuttam. Lássuk azt, hogy mi vagyunk. Amit nagyon hiányolunk, az az, hogy nem kapunk semmilyen állami támogatást, vagy pedig az unióból támogatásokat. Mindent saját erőnkből kell bebiztosítanunk. Egy felvidéki divatműhely munkájába is betekinthettek a kiállításra látogató érdeklődők. Téglás Renáta saját maga tervezi és készíti a ruhákat, csak is minőségi alapanyagokból. Eleinte egy pár darabbal kezdtem, amit úgy láttam, hogy nem tudom beszerezni a üzletekbe, hogy túl tucat áru volt a üzletekben, és hogy valami egyedit akartam tervezni. Beszerzem a anyagokat, és abból válogatok, és abból kezdem tervezni, ami én stílusomat tükrözi, és aztán elkezdődött a folyamat, szabás, mint a próbamodellek első darabok elkészítése. Értékelik, hogy igen, van ilyen áru, ami nem minden napi a üzletekben. Sok a behozatal, sok ember szerintem előnyösnek találja olcsó árut, és nem a minőségre ment. A magyar közösség megmaradása érdekében erős gazdasági szektorra van szükség. Ezt hangsúlyozta Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnöke. A szervezet 2 éve azon dolgozik, hogy összefogja a vállalkozókat, és új üzleti kapcsolatokhoz segítse őket. Elindítottuk a mentorprogramunkat. Ebbe 16 vállalkozó vett részt és 8 mentor. Ez egy 4 hónapos személyes konzultálás, mentorás, ahol a vállalkozók fejlődhetnek, és rájöhetnek, hogy mit csinálnak jó, mit csinálnak esetleg rosszul, vagy mi hiányos az ő vállalkozásukban. És továbbá pedig elindítjuk idén a klubkártyánkat is, amely igazából win-win szituáció mindenkinek, hiszen azok a vállalkozók, akik a klubkártya fenntartásához csatlakoznak, azok ugye azt vállalják, hogy bizonyos kedvezményeket adnak a felhasználók felé, és azok a vállalkozók, akik kiváltják a klubkártyát, pedig igénybe vehetik a másik oldal vállalkozóinak az akcióikat. A rendezvényen a szövetség a vállalkozók munkáját szakmai előadásokkal is segítette. Megismerkedhettek a legizgalmasabb marketing trendekkel, önmotiválási technikákat tanulhattak, és szó esett az egyre több munkavállalót érintő kiégésről is. Senki sem csak egy évig akar sikeres lenni, és nem 2 évig akarunk eredményesek lenni, hanem hosszú távon. Ezért tehát, hogyha megbecsüljük a munkavállalót, és mi magunkat is megbecsüljük munkavállalóként, akkor hosszú távon tudunk eredményesek lenni. A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége a jövőben is igyekszik azt segíteni, hogy a magyar vállalkozók szülőföldjükön tudjanak boldogulni. A szervezethez folyamatosan lehet csatlakozni a www.vállalkozokosan.sk honlapon.